Hello YouTube! Sziasztok! Újra itt vagyunk, végre egy olyan videóval, amit nagyon régóta szerettem volna megcsinálni. Minden videóm általában így kezdődik, hogy nagyon régóta szerettem volna már megcsinálni, de ezt valóban nagyon régóta várom, és ti is várjátok. A címből ti már tudjátok is, hogy miről van szó, úgyhogy nem húzom az időt, megvan az új Color Reveal Barbie, és ez nem olyan, mint az előző, ez annál sokkal jobb, ugyanis ez egy homlány Barbie! Azt hiszem, hogy már azt is tudjátok, hogy voltam fodrásznál. Még nem voltam fodrásznál, de ma megyek fodrászhoz, és le lesz vágva a hajam, úgyhogy nagyon szerettem volna még előtte megcsinálni hosszú hajjal a Barbie-s videót, legalább egyet, mert lehet, hogy fog még jönni következő. Csak mondom, csak mondom. Úgyhogy az alapom már fent is van. Előkészítem a vizet a Barbie-nak, és bontsuk is ki, és nézzük meg, hogy mi van benne. Ezt már tudjuk, hogy hogy néz ki, ezt láttuk már egyszer, de nézzük meg, hogy mi van konkrétan benne. Itt van a Barbie-nk, amit nem sokára ki fogunk bontani. Itt van mind a négy kiegészítő. Ha jól emlékszem, múltkor ráöntöttük a vizet, most bele fogjuk tenni. Lássuk, hogy néz ki Barbie. Itt van a csoda. Rózsaszín sminkje van. Haját vajon be kell fürdetni? Hát csak, nem? De hát akkor az vizes lesz. What? Bocsi, most már van Barbie hajgumim. Skinny dipping ide-oda. A haját azért nem vizezzük össze. Micsoda? Üreges a lábánál a hely. What? Ez nagyon cuki, csak mindenhova csöpög, úgyhogy gyorsan töröljük meg. Úristen, de milyen szép a víz! Wow! Nem tudom, emlékeztek-e rá, de a másiknál úgy volt, hogy a haját, hogyha megtörölted a hideg vizes szivacsal, akkor más lett a színe. Na most nem hiszem, hogy ennél ez így működik, de nézzük, hogy mik vannak a csomagokban. Van egy fésünk, van egy szivacskánk. Egy kis fejdíszünk, koronácskánk. És... Oh my... Ez egy kicsit, nem kicsit, extra. Nem hiszed el. Amúgy... Ez miért ilyen? Mi történt a Barbie-mmal? Miért fele más? Látjátok, hogy itt milyen kerek? Itt vagy milyen egyenes? Miért? Akinek van ilyen Barbie-ja, az írja be, hogy az övé is ilyen. Na mindegy, megvan a Barbie-nk kinézete. Tehát így néz ki a végeredményünk Barbie ügyileg. Rárakjuk a kis koronáját, ezt véletlenül se felejtsük le. Vagy ez egy nyaklánc? Várjatok már, lehet, hogy ó, de hülye vagyok. Oké, okay, sorry, téves, ez egy nyaklánc, bocsánat. Nincsen jég, úgyhogy remélem, hogy csak a hideg vízzel is működik. Nem elég hideg hozzá. A szája lilább lett, de hirtelen nem nagyon látok amúgy más változást. A szája teljesen lila. Szemén nem történik semmi. Talán egy nagyon-nagyon pici rózsaszínes pirosító jött elő, és a szája lila lett. Meg fogom próbálni jéggel, majd megnézzük, hogy történik-e valami, de így néz ki. Úgyhogy előszedem gyorsan a sminkeket, és meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni a mai kihívásban. Ha azt mondom, hogy összegyűjtöttem mindent, de tényleg mindent, amiben ez a menta zöld megtalálható, akkor nem hazudok, és összesen 4 darab paletta van nálam. Menta zöld, lila és rózsaszín, ebből fogunk valamit összevariálni. Valószínű, hogy a szemem lesz menta zöld és rózsaszín,
A szám pedig lila, ugyanúgy, mint a babának. Úgyhogy, Első lépésben, ahogy látjátok, egyébként elkészült már az alap a szememre, és egy kis szemöldököt és kontúrt is tettem fel. Van itt nekünk egy karajás paletta. Itt van a Pindur Pandúros, nagyon kis cuki csuporka? Csuporkás palettánk, illetve a Douglasos kis torony. Ebben is van egy-két kékes, zöldes, lilás szín. Emellett pedig, amit a rózsaszín, illetve lila színhez fogok használni, esélyesen az Essence-es Hello Berlin paletta, biztosan a Be Perfect Clientele paletta, csodaszép, imádom ezt a palettát, és természetesen, hogyha rózsaszínről, illetve liláról van szó, akkor a Blood Sugar Jeffree Star-tól. Első lépésben egy elég fluffy ecsettel fogok felvenni egy natur színt, és csak nagyon simán... valószínű, hogy nem volt tiszta az ecsetem. Akkor rögtön rózsaszínnel kezdtünk. Tehát, ahogy látjátok, már meg is van egy kis rózsaszín beütése a sminkünknek. Rontani nem ront a sminken, ugyanis a következő lépés majdnem pontosan ez lett volna. Nem találom a kedvenc ecsetem. De a lényeg az, hogy egy hangyárnyit kisebb ecsetre váltok, és összeszedtem nagyon gyorsan a Pusedlis palettát is, ugyanis pont ez a tökéletes rágógumi rózsaszín az, ami nekem kell most, és ezzel fogom megcsinálni a mélyítővonalamat. És őszintén megmondom, hogy a mai napig meglepődöm, akármikor használom ezeket a palettákat, annyira gyönyörűek. Nagyon durván pigmentáltak, és gyönyörűek az árnyalatok is, pont ugyanolyan a szememen, mint benne a palettában. Ahogy látjátok, tartom ezt a pici cicás ívet, és következő lépésben nagyon-nagyon vakmerő lépés, főleg azért, mert nem sokára indulnom kell fodrászhoz, és nagyon hülyén fogok kinézni. Ott is, illetve a videóban is, amit fel fogok venni, de arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha egy nagyon brutál hat pinket teszek a szemem alá. Úgyhogy a következő lépés nem más, mint hogy egy nagyon picike P. Louis bázist fogok tenni a szemem alá. Egy azért, hogy kellőképpen tapadjon a festék, mert ugye itt le vagyok púderezve, rendesen, nagyon. Másrészt pedig hátha meg tudná védeni a bőrömet, hogy ne fogja be a rózsaszín. Bárha őszinte szeretnék lenni, akkor ezt valahogy kétlem. Tudjátok, hogy nagyon szeretem levinni a sminket a szemem alatti részen. Imádom, hogyha jó füstös, és a Jeffree Star-os palettából a Cavity-t fogom felvenni, ami egy elképesztő szín, de egy kicsit durvának érzem, de hát Barbie-s videót veszünk fel, nem? Oh, wow! Azt azért el kell mondani, hogy ha pigmentáltságról beszélünk, akkor Jeffree Star-nak egy-egy palettája az egy külön szintet képvisel. Ez nagyon durva. Mondom én úgy, mintha még nem láttátok volna nálam ezt a palettát, de értitek, ugye? Kicsit kihúzom, ilyen kis tusos vonalszerűen. Bízzatok bennem, jó? A végére esküszöm, hogy jó lesz. És a szélét megpróbálom eldolgozni. És amit a szememen szeretnék utolsó lépésnek, az egy nagyon picit mégiscsak a lilát belevinni, és egy kis mélységet valahogy adni a szememnek, illetve egy kicsit valahogy megerősíteni ezt a rózsaszínt, mert nagyon szép és szerintem tökéletes a szín, de valahogy
túlságosan elnyomja a Jeffrey is rózsaszín. Úgyhogy gyűjtöm össze azokat a rózsaszíneket az összes palettámból keverve mindenhogy, amik valahogy tudnak segíteni egy kicsit erősebbé tenni. Ez lesz az. Így jó lesz. Így jó lesz. Nyugi. Nem kell pánikolni. Így szerintem már rendben is vagyunk. Viszont egy kis lilára rózsaszínre még mindig szükségem lesz. 3 lilás rózsaszínt, ciklámenes valamit választottam ki a Jeffree's palettából. És teszem a külső sarokba. Először igazából csak felütögetni kellene, hogy a maximális pigmentáltságot elérjem, amit szeretnék. És csekkoljam, hogy tetszik-e egyáltalán a szín. Bár nem mintha tudnék bármit tenni, hogyha nem tetszik. Tehát ezt innen senki nem szedi már le. Ha bárkinek lenne olyan kérdés, hogy most mit csinálok, vagy mi a következő lépés, nem tudom. Menet közben jön az iklet, és fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Jöhet még egy kis P. Louise Base, és természetesen Cut Crease-t fogunk csinálni, csak fél Cut Crease-t, de Cut Crease-t fogunk csinálni. A múltkori képemnél nagyon tetszett nektek, és kértétek, hogy mutassam meg azt a sminket, meg fogom valahol mutatni mindenképpen, lehet, hogy majd TikTokom, de valami hasonlót szeretnék csinálni, ugyanis rájöttem, hogy nagyon szeretem a fél Cut Crease-eket, a teljeset annyira nem, de a felett nagyon, úgyhogy ezt fogunk most is csinálni. Felfestem a primert a mozgó szemhéjamra, és felragasztom. Kopra felnézek, innen látom az ívet, amit tartanom kell ahhoz, hogy nyitott szemmel is tökéletesen látszódjon minden, és hogy ne tudjon átragadni felső szemhéjamra, már a kész festék. Letörlöm a nagyját, sőt igazából amit tudok letörlöm az ecsetről. És egy nagyon picit megpróbálom ezt itt összedolgozni. Ne legyen olyan éles a vonal. Nagyjából. És lejtettem ezt a csodaszép palettát, és az egyik szín összetört. De a lényeg az, hogy villámgyorsan összehasonlítgatom, hogy melyik szín passzol a legjobban a kis uszonyhoz. Úgy néz ki, hogy talán ez lesz a nyerő. Ebben csak matt színek vannak, és nem kifejezetten szeretnék mattot használni. Úgyhogy a két fényes színünket szerintem keverni fogjuk. Méghozzá nem tudom, hogy hogy. Szerintem egy nagyon-nagyon csúnya dolgot fogok csinálni. Ami úgy fog kinézni, hogy egy ollóval, vagy inkább kis snitzeremmel ki fogok kaparni mind a két színből egy keveset. Összematatom, amennyire tudom. Nagyon szép. És ezt felviszem a cut részre. Wow! Ha van szép szín, akkor ez, amit kevertem, ez az. Ha már Barbie, illetve sellősminkről van szó, akkor egy kis csillogás nem maradhat el, úgyhogy a Tati Beauty palettámból az Aura nevű glittert, ami a legvilágosabb, a belső sarokba felütögetem. Nem sajnálom,
szükségünk van egy kis csillogásra. Kezd nagyon tetszeni. Ha van smink, amihez ez a highlighter kell, Jeffree Star hipotermia, talán ennek a színnek ez a neve. Azt hiszem, hogy most nem is kell mondanom, hogy keveset teszek, mert egyértelműen, hogy nem. Ez a smink most nem a visszafogottságról szól, hanem arról, hogy Barbie sminket. Egy gyors fixálás. Szükségem van szemhéjtusra? Csak egy picire azért, hogy a szempillának jobb alapja legyen. NYX Epic Incliner. Ezt kifejezetten nagyon szeretem egyébként. Roller Lash szempilla spirál. Szerintem ez az örök kedvencem egyébként. Ez egészen egyszerűen a véletlen műve. Van egy illat szájceruzám, nem mondom meg, hogy mennyi idős, de ez lesz az alap, ugyanis ez inkább kékes, és hogyha rá fogok menni ezzel az inkább pirosas lilával, tökéletes lesz. Tudom, hogy nagyon kék, tudom. Ha van kedvetek, akkor Instán DM-be küldjetek nekem arcfestéseket, és ki fogok választani egyet, és megcsinálom, mert nagyon, nagyon kedvem van arcot festeni az elmúlt pár napban. Lila Dan. És van egy kis világos cuccom, ádenes rózs. Köszönöm, rá fogok venni, hogy ennyire azért ne legyen gót a barmink, bár ő is ugyanígy néz ki egyébként. Mindegy. Megárjuk, hogy egy kicsit hajjon. Ártani nem árthat, ugye? És a pillával, mint utolsó lépéssel el is készült a második Color Reveal Barbie irányította a sminkemet című smink. Egy kicsit vamp Barbie, ha őszinték szeretnénk lenni, de összességében nekem nagyon bejön, főleg ez a pillával, és ez a nagyon... Azt, hogy hasonlítunk-e, abban nem vagyok biztos, de nagyon izgi, hogy megint egy olyan színkombót próbáltam ki, amit magamtól valószínű, hogy soha nem csináltam volna. És ami még izgibb, hogy van még egy Color Reveal Barbie-m elrakva, vagy lehet, hogy kettő? Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, és szeretnétek, hogy jöjjön a többi rész is, akkor dobjátok egy lájkot. Hogyha nem tetszik, akkor diszlájkoljátok. Ha nem követtek még, akkor kövessetek TikTokon és Instagramon is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, a következő videóban találkozunk, sziasztok!